Az elmúlt napokban több közvélemény kutató is nyilvánosságra hozta az adatokat, amelyek azt latolgatják, hogy kinek milyen esélye lennek a választásokon, mármint a pártokat tekintve. Abban megegyeznek egyébként a számok, vagy ha a hat legnagyobb közvélemény kutató számait átlagoljuk, akkor nagyon-nagyon fejfej melletti 45-46%-os támogatása van ugye a kormánypártoknak, illetve az ellenzéki összefogásnak. Most megnézzük azt, hogy a medián adatai szerint mi a helyzet, és beszélgetünk mindjárt Hahn Endrével a témáról. Abban az esetben, hogyha most vasárnap lennek a parlamenti választások, és az ellenzék közös listán indulna, akkor mi lenne az eredmény? Most láthatjuk, hogy februárhoz képest az áprilisi adatok, mind a kormánypártok, mind az ellenzék esetén, az ellenzék esetén kicsit nagyobb mérték, a kormánypártoknál kisebb mértékű, de mindenképpen növekedést jeleznek. Ez talán abból is fakadhat, hogy a nem szavazók száma csökkent valamelyest, vagy aránya, tehát többen aktivizálták magukat az elmúlt hónapok eseményének köszönhetően. Pontosan miért van ez, ezt mindjárt elmondja nekünk Hahn Endre. És azt is megnézzük, hogy mi lenne akkor, hogyha mégsem lenne ellenzéki összefogás, tehát ha külön-külön indulnának a pártok, akkor kinek milyen támogatása lenne. A Fidesz esetében ez nem változtatna, illetve nem változtatott a februárhoz képest ugyancsak 35%-os adaton. A Jobbiknál van egy kiugróan magas változás, 7 helyett már 11% támogatná őket ebben az esetben. A többi pártnál nagyjából 1-2%-os különbségű változások vannak csak, illetve itt is van egy jelentős változás, hogy 31 helyett már csak 28%-a bizonytalanok a pártot, tudatosan nem választók aránya. Hogy mi lehet a számok mögött, mindjárt elmondja nekünk Hahn Endre, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval mi lehet a számok mögött tényleg ez a kérdés? Hát egyrészt örülök, hogy a felmérések átlagát említette a bevezetőben, mert tényleg itt érdemes a trendeket, szerencsére van verseny, és elég sok felmérés van. Föl is hívnám a figyelmet, van egy nagyon jó blog, egy kitűnő kollégám készíti, Vox Populi a címe, és ő az, aki állandóan átekinti ezeket a néphangja, trendeket. Ha jól hát igen, magyarul, igen, de hát a közvéleménykutatások nagy szakértője Tóka Gábornak hívják. Szóval ő az, aki mindig kiemeli, hogy ha az átlagokat nézzük, akkor nincsenek olyan nagy ingadozások, mint hogyha az egyes felméréseket. Nálunk például most elég nagy ingadozások voltak így az elmúlt fél év távlatában, de ennek azért mégiscsak van egy fő üzenete, hogy amióta az ellenzéki pártok elhatározták, meg tudtak egyezni, hogy közös listát fognak indítani, azóta egy kicsit koncentrálódnak a szavazatok. Nagyon figyelembe méltó volt. 37-36%, igen. Tehát jelentős, de most inkább arra utalnék, hogy a nem szavazók, tehát akiknek nincs pártjuk, nem tudnak csökken választani, az egyrészt csökkent, de nem csak egyik hónapról a másikra, vagy két hónap alatt, hanem a kérdés forma hatására is csökkent, tehát amikor, ahogy mutatta az előbb, ha sok pártra kérdezünk, akkor sokkal többen adnak ilyen kitérő, bizonytalan, nem tudom típusú választ, hogyha az a kérdés, hogy kormánypárt vagy ellenzék, akkor sokkal többen tudnak konkrét választani. Konkrét kérdésre tudnak konkrét választ adni az emberek. Igen, és mind a két oldal egy kicsit többet kapott most áprilisban, februárhoz képest. Tehát, ahogy említette, a Fidesz is, de az ellenzék sokkal inkább. Szóval a másik jelenség, és ez a járvánnyal is összefügg, hogy nagyon sok zavaró, bizonytalan, kételkedésre okot adó információ van, szóval az emberek bizonyos értelemben, talán az is mondhatnám, hogy zavarodott állapotban vannak. Sok múlik a kommunikáció, ebben ugye a kormány előnyben van, hiszen hát központi propagandát tud kifejteni. Őrületesen egységes propaganda zajlik, és nagyon eredményes volt az ő szempontjukból az a váltás, el tudták érni, hogy a közvélemény számára is fontosabbá vált az oltások száma, mint a halottak száma. Pedig abba az előzőben is kétségtelen, hogy ebben rekordokat döntött a kormány európai szinten is, de kétségtelenül a halottak számában is, és az emberek számára végül is az oltások száma lett a fontosabb. Ügyesen váltottak a kommunikációba, ugye, mert össze még az volt a mondás, hogy az emberi élet a fontos, most pedig már az oltások száma. De hát mivel sokkal nagyobb felület áll rendelkezésükre, és
valljuk be, az ellenzék sem találta ennek túl könnyen vagy hamar az. Mi lesz az ellenszer? Most viszont az, hogy van ellenzéki összefogás, van most már elképzelés, konkrét szabályok az előválasztásokat illetően, ez egy lendületet adhat megint az ellenzéknek? Ennek a hatása még nincsen benne ugye ebben a mérésben, az áprilisi mérés, hogy a nyáron várható egy további fokozódás egészen a szeptemberi előválasztásig? Hát mármint, hogy minek a támogatottságban az ellenzék irányban, mert ugye volt most már egy növekedés. Van egy ilyen dinamika, másrészt elég nagy a ezeknek az adatoknak, hogy kicsit ilyen pénzügyes tőzsdés nyelven fogalmaznak, a volatilitása, tehát kevésbé stabilak ezek a pillanatnyi elhatározások, de inkább arra gondolnék én, hogy ez az egész előválasztási kampány, hogyha ebben sikerül tényleg megszólítani a nyilvánosságot, tényleg eljutni akár kis településekre is, mert ha már a kis települések eszembe jutottak, sajnos azt az ábrát nem tudjuk mutatni, a HVG-ben benne van, hogy milyen hatalmas, látványos törésvonal, milyen hatalmas különbségek vannak Budapest és vidék, Budapest nagyvárosok és kis települések ez között. Ez az érdek, a különböző érdekviszonyok miatt van, vagy a tájékozottság, a tájékoztatás? Szerintem is. A kis településen élő emberek tényleg valamivel kevésbé, jóval kevésbé juthatnak hozzá az ellenzéki hangokhoz, tehát mondjuk mondhatjuk erre, hogy internetezni mindenki tud ma már, egyrészt azért nem így van, tehát az idősebb korú lakosság körében nem jellemző a hírek böngészésre, gondolom. És azért nem olyan egyszerű az interneten eligazodni, ott sokkal nagyobb a zaj, tehát ott sokkal több információ zúdul ránk, miközben azért a központi média, az állami televízió, az állami rádió, az egykézben tartott megyei újságok, ami az idősebb emberek számára, miközben csökken a példányszámuk, de az idősebb emberek számára még mindig fontos. Minden esetre én azt gondolom, hogyha lesz egy hatékony előválasztási kampány, hogyha egyértelművé válik, amint a egyik előző interjúban hallottam ezt a felvetést, hogyha eldől, hogy kik indulnak például miniszterelnök jelöltként az előválasztáson, ha Karácsony Gergelyt, ha igazak ezek a hírek, hogy ő is most már bejelenti, hogy eldönt, és ő például nagyon-nagyon jól áll továbbra is, hát mondjuk budapesti felmérést is csináltunk, és hogyha újra főpolgármester választásra kerülne sor, magabiztosan nyerne, hát persze pillanatnyilag csak egy meg nem nevezett fideszes jelölttel szemben, de azt gondolom, hogy tisztább helyzet lenne, tehát akkor most már azok is, akik eddig fanyalogtak, hogy még azt se tudják, hogy ki indul, azok most már lehet, hogy... Tehát ilyen értelemben én biztosan szoros versenyre számítok. Apropó, az ő személyét tekintve ugye azért várható, nem kell nagy jósnak lenni ahhoz, hogy valószínűleg ő lesz, vagy ő lesz az egyik fő esélyes miniszterelnök jelölti előválasztás tekintetében, és hogyha mondjuk ő lenne, vagy az, hogy ő lesz-e végül is majd az ellenzék miniszterelnök jelöltje, ebben lehet szerepe annak, hogy említette ezt, hogy sokan szeretik, elfogadják, vagy még inkább döntő lehet, hogy az elutasítottsága csekélyebb, mint a többi vetétársai. Nem, ez lehet egy döntő szempont az ő? Az biztos, hogy az elutasítottsága csekélyebb. Szerintem, hát én nem fogok, talán a hallgatók is, nézők is emlékeznek, hogy valamikor együtt dolgoztunk, a Mediánál volt ő is kiváló közvéleménykutató, szóval nem fogok én kortes beszédet mondani mellette, de azt gondolom, hogy a politikai tapasztalata most már azért nagyon jelentős. Ha belegondolunk, hogy milyen nehéz éveket csinált végig Zuglóban, aztán most Budapesten komoly ellenszéllel szemben, szerintem ő politikailag is felkészült arra, hogy egy ilyen csatát megvívjon. És hát már most ahhoz, hogy folyamatos konfrontáció van a kormánnyal, tehát ez betéges gyakorlatos szerepet. Azért ne feledkezzünk el, mondjuk, ha már említette, hogy a Jobbik megugrott áprilisra, hogyha így pártonként nézzük, hogy ott azért az figyelemre méltó teljesítmény, amit Jakab Péter elért. Tehát egyrészt ugye figyelik mindig, hogy a Telexen van ez a kimutatás, hogy ki mennyi lájkot kap a közösségi médiában. Nagyon aktív és eredményes ezen a téren. Igen, szóval ő az, aki szerintem fölhúzta
a Jobbikot, de ezzel együtt a miniszterelnök jelölti versenyben, hát én nem akarok jósolni. Hát meglátjuk, az ellenzéki előválasztás már mindent eldönt, addig is várjuk az érdekes híreket és elemzéseket. Köszönjük szépen, hogy itt volt és segített elég az a számok dzsungelében.